Hölgyeim és uraim, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Eltelt újra két hét. Itt vagyunk a Budapesti Operettszínházban, ugyanis egy itt futó darabról fogunk ma elsősorban beszélgetni, amiben még ez a kis tüneményes kiskutya, akit úgy hívnak, hogy Magyaró, még ő is szerepel a mögötte lévő nem kicsit csinos leányzóval együtt. Úgyhogy kezdjük el! Huszti Péter, Homonai Zsolt, Peller Károly, Oszfald Marika, Szendi Szilvi, Faragó Topi, jól csengő nevek tulajdonképpen, még hozzátehetném Dolhai Attilát például, aki ugyan később csatlakozott erre a gárdához, és most vadonat újjak is vannak, mint Kapor Zsóka, Szabó Dávid, Bordás Barbara, Dancs Anna Mária. Hölgyeim és uraim, a Csókos asszonyról beszélgetünk. 2006-ban a Thália Színházban ez az előadás meg bemutatásra került, és hosszú évekig nagy sikerrel játszották, aztán egy nagyobb téli álomra szenderült a darab, de most újra a héten bemutatódik itt, a Budapesti Operettszínház nagy színpadán. Beleforgattunk egy kicsit a fotós próbába, kulisszatitkokról kérdezgettük a szereplőket, úgyhogy ott jártunk a helyszínen is, önök is megnézhetik. Tartsanak velünk! Rendezésemben a mai Pazar műsor kezdetét veszi. Nyugodjanak meg! Nagyon jól fogják érezni magukat. Tavaly az Angyalföldi Elmebetegek kabaréját is érrendeztem, és mondhatom, őrült siker volt. Nyitó számunk igazi világszenzáció. Önök részletet láthatnak egy eddig még be nem mutatott operettből, melynek címe tömören, röviden és frappánsan A kis tehénpásztorlányka. Zenéjét szerezte Dorosmai István, a szellemesen fordulatos, fantasztikus, izgalmas szövegeket írta Ibolya Eder. Azaz én. Koreografálta Ibolya Ede, azaz én. Közreműködik Rica Maca kisasszony és Ibolya Ede. Azaz én. Szóval akkor következzen a kis tehén pásztorlányka fináléja. Maestro? Azt hiszem, hogy ez egy egészen speciális helyzet. Ez egy nagyon-nagyon összefort, kifort, befort produkció. Nagyon-nagyon sokan vannak egyébként, akik 2006 óta folyamatosan játsszák ezt a darabot, és valahogy ez olyan, hogy nem tudott elfáradni, vagy nem akart elfáradni. Ami változik a Dália első bemutatónkhoz képest, hogy most kibővült a zenekar is, ugye az olyan dupla akkora színpad, dupla akkora lesz így a zenekar is, de egy sokkal nagyobb swungot kapott az előadás, és én szerintem ez nagyon-nagyon jó lesz most így, nagyon izgalmas. Van benne egy-két új jelenet például, ami például a technikai okok miatt például változások máshogy zajlanak, mint a tárjában, és ezért máshogy alakultak jelentek. Pont ezt beszéltük a Szilvivel, hogy ezt élveztük a legjobban, hogy minden, amilyen ilyen új, az nagyon-nagyon földobja a mi kedvünket, mert egy kicsit máshogy tudunk benne létezni, mint ahogy mondjuk megszoktuk már a, nem tudom, a 150-200 előadás alatt az elmúlt 6-7 évben. Az igazság, hogy már mi itt a Csókos asszony élete folyamán elfogyasztottunk néhány katókát, mert volt már ugye a Marával kezdtük, volt a Fischl-Móni, volt a Mahó Andi, a Gesztivera, így van, tehát azért, de én azt szeretem, hogy mondjuk akár estéről estére is változnak a szereposztások, és mindenkinek más a kis saját dolga, más a rezdülése, más a reakciója. Szerintem ez nagyon-nagyon jó, hogy ettől élő a dolog. Abszolút újdonság nekem, hogy egy teretben.
szól mindent. Ugyanis eddig szubretként szerepeltem az előző előadásokon, és most nagyon nagy volt nekem a kihívás, annál is inkább, hogy nagy művésznők játszották előttünk ezt a szerepet. Nagy művészekkel a színpadon. Az első próbán, amikor Gusztin művész úrral egy jelenetben volt, ott így remegett a lábam, és mindent elfelejtettem, mint aki életében nem állt színpadon. Mellesleg meg nagyon kevés volt az idő, hogy a szubret lényt önmagamon egy kicsit visszafolytsam, és hát primadonnaként viselkedek. Legigazibb örök, külföldi nap este jön, galanzolni őt mindenfelé. Nézze meg a ligetet, és a Margit szigetet, jöjjön el a barna mentelé. A sok apró intrigát, mellék utca illatát, világos nem emleget. Van hét konveriát, amikor az élve száll, játszottunk sokszor egy előadásba, csak ugye hát én a szubretet, ő a primadonnát, és ez az első ilyen alkalom, amikor ugyanazt a szerepet játszunk, és teljesen másképpen. Én ezt láttam most már az utóbbi napokban, nem néztük szerintem egymást, és teljesen más vonalat hoz ő is, én is. Hogy ez mekkora nagy különbség, én ezt nem érzékelem, de érzem azt, hogy karakterben is, és hát önmagunk személyiségében teljesen másak vagyunk. Megbeszéltünk sok mindent, ő elhatározta, hogy ő a várót választja, én pedig Ibolyát például. Nem, azért, mint jó kolléganőt tényleg megbeszéltük, és voltak hasznos tanácsok a Barbie részéről irányomba, hogy mint szubrett mit ne, és mint primadonna mit igen. Belecsempészünk újabb és újabb játékokat, úgyhogy aki már látta a 2006 és 2010 között, az most nyugodtan eljöhet, mert alig. Megvan az alap,
de nagyon-nagyon sok új játékot csempésztünk bele, hogy mi se unjuk. Na jó, persze, ezt nem így gondoltam. Állandó partner? Elnézést, el kell vinnem a partneremet, mert megyünk be a színpadra. Állandó, ő állandó partnerem, Peller Károly, Ibolya Ede, Szendi Szilvi, Rica Macca. Bá-bá. Bambambam vezér a papám, mi alatt nincs be bajnok nő a mamám, megemetes kis görcsapat a babám, vadásznak a nők rám. Szintén Böhm Gyuri rendezte, de azt sajnos egyeztetési okok miatt nem tudtam elvállalni, úgyhogy amikor a Táliában megmutattuk 2006-ban, akkor nagyon-nagyon örültem neki, és hát valóban azóta folyamatosan játszunk. Én nagyon élvezem, nagyon szeretem, egy nagyon jó csapat, jó az egész előadásnak a hangulata. Hát sajnos egy veszteségünk is volt, mert az én kiskutyám, a Gömbi játszotta a kiskutyát benne, és amikor levettük a Tália Színházba a műsorról, akkor nem sokkal utána el is távozott közülünk, de most van egy szuper új kiskutya, egy szerepet az első felvonás végén, Magyaró, úgyhogy nagyon élvezük tényleg, ez egy jó hangulatú kis előadás. Elnézést! Van tüzet! Köszönjük a puszillát! Uraságod ugyebár a műsorhoz tartozik, de hol van uraságod a műsorban? Szultán a lányok? Rica Maca? Szünet! Én vagyok a szünet! Köszönjük a puszillát! Gyere, tapsolj velünk! Kátokát nem kapja meg üresen. Nem úgy értem. Nem. Kátokától lesz a hozománya hentesítve. A páromnak lesz egy gyönyörű hentesbolt a Nártetlon utcán. Az emberek sétálja ott a Józsefstadt és olvassák a firmát, hogy ezt mondja. Te nem azt mondja, hogy Tarpataki és Kubanek? Ne, ó, Isten, Kubanek? Párom, Tarpataki. Báró középen, hogy ne lehessen tudni, hogy ki a báró. Ugye a Kubanek? Vagy a... Báró? Tessék, itt nagynak. Báró, mint az idő a kocintásra, a vendégek csak önre várnak. A francia mesőt már hozhatom a pincét. Hozzás, kis kenyeret, Lina nagymával! Köszike! Puszillak! Köszike! Puszillak! Miben változik a 2013-as Kubanek a 2006-oshoz képest? Hát sokat fiatalodtam ez idő alatt, és hát a figura is sokkal frissebb és fiatalosabb. Hát ledobtam egy bárkirút egyébként, az biztos, hogy számít. Hát próbálkozunk még egy-egy kis huncutságot belecsempészni a dologba, de alapjában nem változott semmi. Próbáljuk rögzíteni azokat a jól belállt poénokat, amik bejöttek.
Az új kollégák, az új beállók, a két új csókos asszonyok milyenek a régi Kubanek szemével? Hát kis leánykáimról van szó, úgyhogy róluk csak jót, vagy rossz nem, csak jót tudok mondani. Aranyosak, csinosak, kedvesek, helyesek. Látogatásunknak kedves Kubanek úr! Das war mein leende Frau. Hm? Aber nem nagyon zavarja a felsőt körök. Azt mondjam, megkínálhatom valamivel. Parancsol likőr, cigart. Likőrt. Aha. Köszönök. Keveset. Kivételesen. Most sokat. Ebben az előadásban nagyon nagy párost alkottok partnernőddel, Oswald Marikával. Az összes számotok gyakorlatilag sikerszám, nem véletlenül. Hogyan készültetek most így együtt erre az új bemutatóra? Hát itt szintén a felelevenítés volt a lényeg, meg hogy még a idősödő porcikák bírják ezeket a dolgokat, de nem nagyon változott semmi, igyekszünk ugyanazokat a dolgokat hozni, és hát ezek jó kis látványos. Meg hát ugye két felnőtt és komoly méretű ember, amikor elkezd mozogni a színpadon, annak azért megvan a komikus tike is, hát ezt próbáljuk ki is használni. A Topit imádom, isteni humorérzéke van, én meg nagyon jó közönsége vagyok neki, úgyhogy abszolút harmonikusan tudunk együtt dolgozni, és nagyon jó kedély állapotban. Ja! Nem akarok nekik előtt, mert még félreértenék. Agyűrűk! Éles drága hunyadunk! Hát hogy csináld ezt? Hogy, kedves Doros Majú? Rohadtam a főpincét, ez kedves Doros Majú. Cserébe ott hagytam az aranyag látszomat, kedves Doros Majú. Hogy visszaszerezhessem magának ezt a két kis karikagyűrű, kedves utolsó Doros Majú. A gyűrűk, a két kicsi gyűrű, hát újra a kezemben vannak. Éles, drága, ugyanúgy. Ugyanúgy, ha maga tudná, hogy micsoda végszínű. Tudom, kérem. Színházi nő vagyok. Engem sohasem kellett, hogy higgyon a figyelő. Mert tudta, ha én egyszer bemegyek a színpadra, többé ki sem megyek. Hát egyrészt korban jobban érettebb lettem erre a feladatra. Azon kívül ez egy olyan szicser szerep, ami ritkán adódik az ember életében. Egy igazán sikeres, sem megírt, csodálatos karakter. Úgyhogy ebbe igazán lubickolhatok. Más, hogy miben leszek más, azt nem tudom, mert azt majd a közönség fogja megítélni, vagy a szakemberek, akik értenek hozzá, mert én azt adom, ami belőlem jön, és annak nem mindig vagyok tudatában. Bár azért rögzíteni nem árt, tehát az van egy ilyen képességem, de igazán majd mások fogják megítélni. Jé, maga még itt! Nem szégyelled magad, én? Nem tudod, mekkora fájdalom ez egy anyában. Ó, pártom, maga fél órával ezelőtt elmondott, mint anyám. Most jöttem a felmondás időnek. Mama? Na, ugye, hogy még mindig az anyád vagyok? Ibolya, de egyébként állandóan eszik, állandóan éhes, ezért kicsit meg kellett híznom a szerep kedvéért. Ebből nem fogunk tudni összevágni semmit. Jó, akkor köszönjük szépen, Károly. Pa, pa. Ez egy teljesen más típusú operett, mint ezek a monarchiás, meg arisztokratikus világot felvonultató operett. Ez egy ilyen ízig-vérig, igazi magyar, de abban is ez a 8. kerületi józsefvárosi, kicsit lepukkant világ, és ennek sokkal közelebb van érdekes módon a világa a Molnár Ferenchez, a Szép Ernőhöz, mint mondjuk az operetthez, vagy a nagy operettekhez, a Csárdás királya, vagy a Marica, és emellett pedig megszólal benne ezek a nagyon-nagyon szép dalok, viszont ennek a Cerkovicnak van egy nagyon-nagyon bájos világ.
neked nem inkább a táncos komikus szerepkörében kellene domborítanod, mint sem inkább a Bon Vivánéban? Igen, köszönöm a kérdést, ez már régóta foglalkoztat engem is. Igazából már régen esedékes lenne, de nem is, hogy táncos komikus, inkább ez a komikus táncos szerepkör. Tehát azt gondolom, hogy mind táncosként, mind mozgásművészként tudok maradandót alkotni. Talán azt hiszem, hogy a bennem lévő balettos én folyamatosan kipörög évek óta, mert ki akar törni, talán csak a végtagjaim akadályoznak meg ebben. Színpadi, hanem tévés személyiség, magyarul hova mész? Gyere vissza, magyarul. Hölgyeim és uraim, a tévéből úgy tűnik, hogy nem kér annyit a kamerából, de itt van velünk Júci, a gyönyörű kis hattyú, köszönjük a nézőknek, illetve köszönjük, hogy eltűntük. Úgyhogy most végé a műsornak. Hattyú, hogy lesz a jövő héten, az még a jövő kérdése. A kutyában ugye most már végképp nem vagyunk biztosak, de mi itt leszünk. Tapsred lesz 2 hét múlva, ahogy ezt már megszokhatták. Jó éjszakát, puszi. Jó éjszakát. Puszi.